óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit. Kutyabetye megmondja a tutit. Április a szerelem hónapja, ez nem vitás, mert egy csomó esküvőre voltam meghívva. Szarvasmarháéknál a bika és a tehén házasodott össze, a legmeghatóbb pillanatban egyszerre bőgték ki az igent. Lóéknál a csődör csokornyakkendőben volt, a kanca pedig fátyolban. Lőttem is róluk egy fotót. Kutyáéknál a kant egyáltalán nem zavarta, hogy a szuka egy fejjel magasabb nála, hiszen a szerelem bak. Cicáéknál a kandúr csizmás volt, a menyasszonya, a macska pedig egyre csak azt nyávogta, hogy szeretlek, drágám. Disznóéknál rengeteg moslék volt a lagziban. Na ott nem maradt éhen senki. A kan és a koca legnagyobb örömére. Juhéknál a Jerke nagyon büszke volt a vőlegényére. Ilyen okos kosra vágyott egész életében. A kacsa menyegzőn harsány hápogással biztatta a násznép a gácsért és a tojót a hitvesi csókra. Mua! Ludmilláéknál a tojó tiszta fehérben várta vőlegényét, a gúnárt az oltárnál. Elég jól mutattak együtt az esküvői fotón. Őzéknél a suta menyasszony és a bak vőlegény folyton kérődtek. Ettől függetlenül mindenki jól érezte magát. Nekem is meg kellene házasodnom, de vajon kit vegyek el? Rajzoljátok le és küldjétek el nekem!